Köszöntöm a nézőket! Vízkereszten lezárult a karácsonyi időszak, és elkezdődött a bálok szezonja, a farsang ideje. A mai esti mérlegben a farsangi népszokásokat ismerhetik meg, maradjanak velünk! A farsang az mindenképp egy ilyen honfoglaláskor utáni szokásunk, ugyanis hát német eredetűen, a németekkel pedig hát körülbelül ugye a 10. század végén kerültünk kapcsolatba, és ugye a szomszédságba, és hát mondjuk akár Gizella királyné révén is, és a más bejövő németekkel, és ugye már a királyi udvarokban is megtartották a farsangot, már a Mohácsi vész előtt is, például II. Lajostól följegyezték, hogy az eléggé gyászos külpolitikai helyzetben is óriási nagy farsangi felvonulás és bál volt a királyi udvarban, amiben maga a király is részt vett, és ő is maskarába öltözött. Maga a szó is a farsang, vagy ahogy mondták régesen a farsang, ez is német eredetű, főleg bajor tájszólási szó, azt jelenti, hogy húshagyó kedd, ugyanis húshagyó keddig tart a farsang, hambazó szerda, az már a bőjthöz tartozik, az első bőjti nap. Az első farsangi nap, ez pedig ugye január 7-e, a vízkereszt utáni nap. Ugye ez a farsang, ez az a húsvéti mozgó ünnep miatt hol rövidebb, hol hosszabb, idén elég hosszú lesz. Azt hiszem március 5-én lesz húshagyó kedd idén, tehát elég hosszú. Ugye lényegében két hónapos a farsang. Mondjuk ezt különösen a lányok nézték, hogy milyen hosszú a farsang, mert a hosszú farsangban ugye nagyobb esetőség volt arra, hogy a különböző bálokon, lakodalmakban megismerkednek ugye legényekkel, és esetleg kérőjük akad, és ugye hát ha nem is ebben a farsangban, a következő farsangban már férjhez mennek. Aki nem ment férjhez, arra azt mondták, hogy kimaradt a farsangból. A farsang az a korábbi, hát adventi, komoly, bőjtös a Jézus születési ünnepére, karácsonyra való felkészülési időszakával szemben egy nagyon-nagyon vidám időszak, a szórakozások, a bálok, a lakodalmaknak az időszaka, a pince szerezések, pincebeli mulatozásoknak az időszaka. Milyen jeles napok vannak a farsangi időszakban? A farsangnak minden napjára esett valami, mondjuk egy-egy szombatra, mai értelemben egy lakodalom, de a legjelesebb napjai a farsang utója, a farsang utolsó napja, méghozzá a farsang vasárnap, a farsang hétfő, húshagyóket, hamvazószerna, és torkos csütörtök. Ezt a bizonyos hetet, amiben tartozik ez a farsang utója, ez csonka hétnek is nevezik, mivel az első fele, ugye, hát vasárnap, hétfő és kedd, még a farsanghoz, a hamvazó szerdes, a torkos csütörtök, az már a bőjthöz tartozik. Ugye a húshagyó kedd éjjelén lépett életbe a bőjt, akkor hát elvileg vége is kellett, hogy szakadjon a farsangi bál, akkor lefújták a táncot, de azért nagyon sok helyen ugye eltemették a nagy bőgőt, ilyen humoros bőgőtemetési szöveggel fölravatalozták egy vendéglői asztalon ugye a nagy bőgőt. A szemfenél az egy ilyen fehér abrosz volt, amivel a vendéglői asztalokat takarták le, és ugye elmondták, hogy most már vége van a farsangnak, nem lesz több lakodalom, nem lesz több bál a nagybőgyben, tehát el kell temetni a nagybőgőt, mert meghalt a nagybőgő. De aztán mégis hirtelen föltámadt, és illegálisan még hajnalig húzták a zenészek, és táncoltak a válozók is, de aztán tényleg vége lett a farsangnak, a báloknak is, ami sok esetben három napig tartottak. Volt vagy a farsang vasárnap bál, hétfőn folytatódott, és kedden is folytatódott. Például Székesfehérváron a Szent István művelődési ház Szent István termében, ugye a húsvét, a farsang utolsó vasárnapja előtt egy héttel a felsővárosi gazdák tartották a batyú báljukat, ez volt a gazdabál, majd a farsang vasárnapján, tehát a farsang utolsó vasárnapján a palotavárosi és az alsóvárosi, fehérvári földművesek tartották a batyubált. A batyubál azt jelenti, hogy ugye asztalt foglalnak minden egyes család, és mennek a leányjal a szülők, és viszik ugye a ételt, a rántott húst, kenyeret, savanyúságot a kosárban, karkosárban magukkal, és hogy éjfélkor szünetet tart a zenekar, és éjfélkor mindenki az a lefoglalt asztalához leül,
és meghívják azt a legényt, aki vagy udvarol a leánynak, vagy azon az estén a legtöbbször táncoltatta, és akkor ott az ugye megkínálják vacsorával, ez az éjféli vacsora. A legény viszont ugye demizsonba visz, ugye öreghegyi bort, pontosabban vitt, ez ugye 1950-es évekig volt meg, és megkínálja a családot, és aztán ugye folytatódik éjfél után is a tánc, a mulatás, amikor aztán már a leány és a családja hazafele indul, akkor a legény sok esetben kikísértette a zenekarral, vagy a lejáratig, sok esetben még a kapuig is, sok esetben ugye még a Rákóczi indulót is elhúzatta a leánynak busúzón, ezért persze egy pár fillért fizetett a zenészeknek a legény. De ez minden esetre ez a kísértetés zenekarral, hát persze nem ment a címbal, most csak ugye ment a, inkább csak a prímás ment, esetleg a nagybőgős, hogy ő is akart egy kis borravalót. Ez ugye a legnagyobb megbecsülés volt a leány számára, a legény részéről. Most akadtak olyan vidékek, például Dunapentel, a mai Dunaújváros, vagy Perkáta környéke, Perkáta, ahol ugye Csonka csütörtökön tartottak cigánybált, ugyanis a cigányok, a cigány zenekarok farsangban állandóan ugye műszakban voltak, mindig zenélni kellett nekik, ők nem tudtak maguknak bált rendezni, de Csonka csütörtökön már nem volt bál más, csak az egyik étteremben ugye megrendezték a cigánybált, például Dunapentelén. Ott éjfélkor fölravatolozták a nagybőgöt, és elsíratták a cigányasszonyok borzasztóan sírva, ugye könnyeket hullajtottak, hogy most mi lesz velük, most a férjeik nem keresnek egy fillért se, és itt van 3-4-5 rajkó, és egészen akkor húsvétig miből tartják el őket. De aztán ott is, miután ugye még ki is vitték viccesen a nagybőgöt, és ha volt hó, akkor hóval egy kicsit betakarták, eltemették, de aztán mégis kiásták, és folytatódott reggelig a cigánybál is. Most itt Fehérváron az 1880-as években ki is nyomtatták a bőgőtemetési szövegeket, ezeket a humoros szövegeket, a múzeumban kettőt őrzünk is, ilyen nyomtatott szöveget, ugyanis a tűzoltóbálon, ami a Magyar Király szállóban volt, mindig Hussagyókedden, ott ugye, hát először is a tűzoltók azok rendeztek mindig egy felvonulást. Beöltöztek maskarába, volt halálfejes, volt burnuszos, afrikai gyarmati katona, a legkülönbözőbb szamármaszkos, oroszlánmaszkos alakoskodó volt köztük, és végigjárták sok esetben szamárháton a várost. Ez volt a tűzoltóknak a felvonulás. Erről egy régi fénykép is fönnmaradt. Azon kívül pedig ugye este megtartották, vagy éjjel a tűzoltóbált. Ott a bőgő temetési szöveget azt felolvasta rendszerint a Fehérvári Színháznak az egyik színésze. Ezek egész hosszú a 2-3 nyomtatott oldalasak. És Fehérvárnak az összes gondját, politikai, társadalmi ügyeit humoros formába adják elő ezek a bőgő temetési szövegek. Van szó a rossz utakról, van szó arról, hogy építik a telefonhálózatot Fehérváron, van szó az, hogy nagyon nehezen megy az új városházának az építés, ami aztán igazából csak 1938-ban valósult meg az év 10-ig húzódott, és ugye ezt eladták pár fillérrel a bál közönségének ezeket a bőgőtemetési szövegeket, és a bál bevétele, például ez a bőgőtemetési szöveg ára, ez ugye ment a tűzoltóság felszerelésére, ugye a tűzoltó egyenruhákat, tűzoltó felszereléseket vettek, ha kellett, ugye tömlőket, csákányokat, sisakokat, fecskendőket belőle. Ez minden évben megvolt. Szintén minden évben megvolt a Magyar Királyban a cselédbál. Ugye akkor ugye majdnem minden hát polgárcsaládnál ugye volt egy-két cseléd, lányok, és ugye volt nekik is egy báljuk. Ezt is ott rendezték mindig a Magyar Király szállóban, amin persze megjelentek a legények is, akár a tűzoltók, akár a katonák, a számos fehérvári kaszárnyával, és olyan cselédek is hajnalig hát mulattak. Az újságok is ezekről mindig hírt adtak, csak aztán a cselédeknek hajnalban haza kellett menni, mert ugye akkor még nem volt központi fűtés, ő neki kellett a kályhába befűteni, hogy meleg legyen, mire a család felébred, vagy föl kell. Hát ezek voltak a bálok. És azt lehet tudni, hogy egyébként a mai tikverőzésnek a szokása az honnan ered, mikor tartották először? Hát ugye ennek a forrása lényegében az, hogy a régi lakodalmak után a törzs közönség, főleg a fiatalság, a legények,
azok ugye, akiknek nem volt elég a mulatság, a móka, de még sok esetben az ennivaló sem, mert azért valljuk, hogy a régi lakodalmak nem voltak ételben ennyire gazdagok, mint a maiak, és ugye ők végigjárták azokat a házakat, akik már hazamentek hajnalba lakodalomból, és minden háznál kaptak egy kis szalonnát, kolbászt, tojást, és még visszamentek a lakodalmas házhoz, ott ezt még megsütötték nekik, és még tovább folyt a mulatság. Ez az egyik, ezt úgy nevezzük, hogy a lakodalmi tyúkverő. A másik pedig ez a farsangi felvonulás, ami lényegében hát megvan egészen Magyarországtól, ahol ugye van szinte a legkeletibb rész vagyunk, ahol van farsang, vagy ez egy nyugati eredetű dolog, megvan egész a Rajna vidékig, mondjuk Kölnig, vagy Bonnig, ahol ugye van a nagy farsang, a nagy felvonulás, az gyakorlatilag az egész városnak a népe, több ezer ember, vagy több tízezer ember részt vesz a felvonulásban, és itt nálunk inkább a kis csoportokban való felvonulás a jellemző, ilyen a mai tíkverő is. Tehát lényegében kapcsolódik az európai hagyománykörhöz, és azt mondhatjuk, hogy ez is a farsanggal együtt jött. Az Alpoktól délre már, ugye ott nem a farsang van, hanem a karnevál, ami szintén ugye azt jelenti, a karnevál, hogy ég veled hús, tehát hússagyót jelent, de ugye már mondjuk a spanyol, portugál, olasz területen már karnevál van, és ugye itt is vannak jellegzetes figurák, vannak évszázados figurák is, például az a madárfej, a velencei karnevalban, az minden évben megjelenik. Vagy nálunk is a busójárásnál, ugye az a jellegzetes busómaszk, az a fából faragott fej, és ezek ilyen állandó szereplők. De vannak változók is, híres politikusok, híres, akár esetleg botrányt keltő művészeknek is beöltöznek. Én voltam egyszer még 79 februárjában Bécsben a Józsefvárosi farsangon, ahol felvonultak a Lerchenfelder Strasse, ami Józsefvárosnak a fő utcája, vagy az egyik fő utcája, a legszélesebb utcája. Ott még leállították a villamosforgalmat is, mert több ezer ember vonult van. Hát ott volt Krejszki kancellár, akkor volt a legkülönbözőbb arab sejkek beöltözve, és a legkülönbözőbb híres színészek, zenészek beöltözve, és az üzlet tulajdonosok is, ugye, vagy a vendéglő tulajdonosok is kis asztalokon kínálták a felvonulóknak a cukorkát, a csokor, a sütemény, egy kis bort, ugye egy pohár borral megkínáltak. Engem is megkínáltak többször. Itt a megyében milyen népszokások, vagy itt a városban is milyen népszokások vannak, amik még így élnek farsang ideje alatt? Hát a legfontosabb ez a tíkverőzés, és azt kell róla megemlíteni, hogy a régen itt a megyében nem csak mohámból, csak mohám maradt meg a legélőbb formában, a legvirulensebb, a legélőbb, és a leginkább megszervezett. De ez eredetileg meg volt a Velencei tó környékén, Pákozon, Sukoron, Gárdonyban, de meg volt ez Zámolyon is, a Zámolyi medencében, de meg volt ez a Mezőföldön is nagyon sok helyen. Tehát ez a maszkos alakoskodó szokás, ez a leghíresebb és a legnevesebb. Ugye gyerekbálokat is tartottak külön, a gyerekeknek egy-egy háznál, vagy egy iskolában is, ahol a gyerekeket táncolni is tanították a szülők, vagy egy-egy pedagógus, aki megszervezte. Tehát a farsangi gyerekbálok is nagyon jellegzetesek voltak. Akkor élő, ahogy mondtam, ez az asszony farsang, ez több helyen is van egyébként, nem csak Igaron és Mezőszilason, hanem a Velencei Egységben is ugye megvolt, vagy már most már kezdik újra felújítani, tehát Sukoron is. Ez meg volt Pálkozdon, ugye úgy mondták, hogy Pálkozdon a farsang búcsúja az asszonyoké volt, a pincében ők kapták meg a pince kulcsot, mert különben ugye évközben inkább csak a férfiak jártak pince szerre, pince mellé mulatságra, az asszonyok azok ugye csak farsang vasárnap vagy húsagyókát nem mehettek ki. Milyen jellegzetes ételek vannak a fánkon kívül, mondjuk, amit én így ismerek, így farsang időszakában? Hát a lényeg az ugye, hogy a húsagyó kedre ugye húsokat sütnek, húsos ételeket készítenek, és azon kívül a fánk van, ezek a húsos ételek, és a húsleves, ez jellegzetes. Kedves nézőink, a mai esti mérlegben a farsangi népszokásokkal foglalkoztunk, köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!